Most az ebéd után meghívtak bennünket fagyira. Itt vagyunk a Gelatofixbe, és most megmutatom, hogy hogy néz ki Phnom Penhben egy ilyen fagyizó. egy fagyis mi ez? Kanál. És ilyen sokszínű fagylalt van. Trópusi gyümölcsök, karamell, mindenféle finom fagylalt. És kint ülünk le a folyópartján. Recently, I think they did. How long ago? They fixed it before. But I don't remember. But the new one, it belongs to Chinese. Yeah, there's a new one down there. Yeah. After. We come here just for the view. I mean, at night also it's very nice. You get the boats with the music here. Yeah. In the evening, you turn on the music and they go. They turn on the lights. Ez a Tonlé Sap folyó, tehát ez a folyó jön a nagy tóból, és csatlakozik a Mekonghoz és a Tonlé Basak folyóhoz, ott középen. Ez a Soka Hotel, és ez pedig a túlpart, ami nem sziget, végül is ez egy föld, nyúlvány, tehát nem szigetről beszélünk. Ott van a japán híd, ott a háttérben, ott látjátok, az a japán híd, az volt az első híd, ami átívelt ugye itt a folyón, és arra lehet fölmenni a hatos úton Siem Reapbe, illetve Angkorba. Tehát így néz ki ez a hely a folyóparton. Itt is ugye ilyen turista hajók vannak, de éjszaka, este, nap lementékor kimennek a folyóra és viszik az embereket. És most eszünk egy kis fagyit. Szevasztok!